Nagy szeretettel köszöntjük kedves nézőinket! Önök VNTV-t vagy Vivanatúra televíziót látnak, láthattok. Ezen belül is az Egészségbefektető Klub adás sorozatunkat dr. Szolnoki Lajossal beszélgetünk. Nagy tisztelettel köszöntelek itt a stúdióban. És egy nem egyszerű címet adtunk a mai kis adásunknak. Konkrétan a te szádból, mivel te voltál az ötletadó gazda. Mondjam én? Mondjad. Jó. Hogyan csinálunk luxus istállót az otthonunkból? És akkor egy kis felvezető ide tartozik, tehát hogy az ember mióta az evolúció során elindult ezen a hosszú úton, ahol most megérkeztünk, elég hamar házi állatokat, követőket fogalmazunk így gyűjtött maga köré, már a barlang előtt is ott voltak a kutyái, a macskák jóval később csatlakoztak, a birka, a bárány, ló, az is egy később időszakban, de ezek háziasított állatként vadak voltak első körben, megjelentek az életünkben, na most egy pár ezer év elteltével már annyira közel engedtük ezeket a háziállatokat magunkhoz, hogy már együtt élünk, egy fedél alatt élünk velük. Nagyon sok esetben az emberek társaságát sok ember már kerül, ugyanakkor az állatok csodálatosan együtt tudnak élni, és ugyanakkor vegyük már tudomásul, hogy a kutya, cica, macska, a macska, a cica az ugyanaz, de nyalják a saját feneküket, mindenféle kórokozókat terjeszthetnek, utána oda még szépen megpuszikáljuk a macskánkat, vagy a szánkból kapja ki az ételt, megeszi, milyen aranyos, és igazából én, mint szülő ezzel sose tudtam azonosulni, tehát nem engedtem meg a gyerekeimnek ezt a fajta közelséget. Jár-e ezzel, ez valamilyen veszéllyel, hogyha ennyire közel engedjük a háziállatainkat? Én elsősorban azt szeretném kihangsúlyozni, hogy én egy igen-igen erős állatbarát vagyok. Gyerekkoromtól kezdve rengeteg állatom volt. Kicsi koromtól kezdve, csak ha visszaemlékszem, kutyám, macskám, bárányom, kismalacom, nyulam, galambom, teknős békám. Tehát papagáj? Az nem volt. Jó, bocsánat. És ezek együtt éltek veled? És nem, kertes házban laktunk, és ezek mind kint laktak, tehát nem volt olyan, akkor az nem volt az én gyerekkoromban olyan diót, hogy a szobába, a lakásba bejöhetett volna. Nem. Na most engem az utóbbi időben az vágott, kólintott fejen, amikor az egyik betegem, akit kezeltem, azt mondta, hogy pont ugyanúgy köhögök, mint a kutyám. Ez a mondat engem annyira magával ragadott, és akkor elkezdtem elemezni ezt a mondatot, és megkérdeztem, hogy hát milyen kutyája van, hogyan laknak, és kiderült, hogy hát közös a párna, ilyen pici a kutya, és oly aranyos, és egyáltalán... Hát egy ez, ágyban alszanak? Szó se lehetne, hogy kettő, egy ágy, egy párna, és óriási szeretet. Uh-huh. Na most ez engem nagyon, hogy is mondjam, felkavart, és megkérdeztem tőle, hogy mondja, mikor volt a kutyának féregírtása. Ó, azt mondja, úgy el van látva az én kutyám, azt el sem tudom képzelni, 2 havonta jár hozzá állatorvos, és mindent megkap. Olyan oltási könyve van, hogy még őt nem is láttam. Na jó. És mondom, ne haragudjon, maga mikor kapott utoljára féregírtót? Ő, hát ő soha. Na mondom, bocsásson meg, ennek az együttélésnek nagyon egyoldalú szabályai vannak. A kutyája mindent megkap, maga meg semmit nem kap. És ennek az eredője az, hogy maga folyton beteg, a kutyája meg közben meggyógyulna, ha maga meg tudná gyógyítani, ha hagyná, mert a maga betegség után átterjed. Tehát oda-vissza pingpongoznak a bajokkal. Hát nézett rám ő is kifel a fejéből, hogy ez hogy lehetséges, de mondom, ez pontosan sajnos így lehetséges, és mondom, azt javaslom, most már másoknak is, és a betegének is, egyébként a kedves tévénézőknek, hogyha bemennek a házi orvosukhoz. A házi orvos nem biztos, hogy tudja, hogy kikkel laknak együtt, és hogyan. Kezdjék azzal, kutyám van, macskám van, lovam van, papapapam, milyen állatot tartok, kivel vagyok nagyon nagy közelségben, és most itt vagyok a magam bajával. Na most az a bökkenő, hogy az utóbbi időben elhanyagoltuk az infektológiát, azon belül a parazitológiát. Tehát mi orvosok is, tisztelt a kivételnek, kellőképpen nem tekintettük ezt olyan hangsúlyosan, amilyen ez valójában előfordul. Ki gondolná például Budapesten, hogy
évente 720 kamion kutya ürülék keletkezik. Budapesten. 720 kamionnyi. Ami azt jelenti, a körgyűrű fele. Na most azok, akik nem is tartanak állatot, tehát most idézelbe téve vétlenek, akiknek semmi közük semmihez, akiknek esélye sincs arra, mert nem akarja, stb. Az a bőti szél, ami most úgy mozog a levegőbe, az felkavarja ezeket a ürülékeket, és azokból kiszálló por viszi tovább azokat a kórokozókat, amelyek abban vannak. Ez egy érdekes felvetés volt az, hogy az én kutyám minden oltást megkap, de mivel hogy én sose figyeltem oda rá, hogy valaha kaphattam bármit, lehet, hogy én betegítem meg a saját állatomat. Ezzel van szó. Tehát én a kutyák pártján állok, most nagyon furcsát, amit mondok, nem csak a gazdik pártján, a kutyák és a macskák és a kicsi állataink között, akik nem tudnak kitérni előlünk, mert mi vagyunk a gazdái. Jó. És mi átvihetjük nekik a betegségeinket, de ők is nekünk. Tehát antropozoonózisok és zooantropozoonózisok vannak, amelyek lehetnek vírusok, baktériumok, gombák, endo-exoparaziták, tehát bármi lehet, ami tulajdonképpen bennünket körbevesz, és őket is körbeveszi. Ha az együttélés ennyire szoros, mint amilyen sok esetben, hogy tényleg közösen vagyunk a kislakásban, együtt járunk sétálgatni, együtt jövünk fel. Mikor feljövünk, mi kezet mosunk, a kutyalábát nem mindenki mossa meg, de azért az is ez szép, ha valaki megmossa. A száját is meg kell mosni, a popsiját is meg kell mosni, ha szabad így fogalmaznom, mindenit meg kell mosni, mert ahonnan jöttünk, a kutya mit csinál? És belefetreng például a dögszagba bármiben. Pontosan, minden, bármiben, és tehát egy nagyon-nagyon nehéz körülmények között élnek a kutyáink. Na most a gyerekeink, akik elmennek járni, elmennek egy játszótérre, és hogyha a játszótérnek a gazdája idézővetél az önkormányzat nem elég gondos, és nem cseréli ki évente a homokat. A homok tele van. Pontosan, és onnantól kezdve jönnek a paraziták, a bélférgek, tehát ezek borzasztó nagy és fontos kérdések, és rizikófaktorok, amelyekkel számolnunk kell. Tehát én azt mondom, én igenis nagyon erősen állatbarát vagyok, igenis nagyon szeretem az állatokat. Elképesztően fontosnak tartom, hogy vannak ilyen társaink, akik hozzánk szegődtek. De, hogyha együtt élünk velük ilyen szorosan, és azt vállaljuk, és ezt én nem beszélek erről senkit, akkor igenis, mi is megérdemeljük azt a gondoskodást, amit az állatunknak megadunk. És igazán szeretjük, akkor meg félrejtsük magunkat is. Igen, na most nagyon fontos is, én úgy érzem, egy paradigmaváltás előtt állunk, mert ez a dolog felszínre fog jönni, mert nagyon sok olyan betegség van, aminek a háttere nincs feltárva, és amire nem vizsgálunk, az nincs is. Tehát amit nem lát a szem, nem fáj a szívnek. Mondja a közmondást, hogyha nem vizsgálódunk, tehát ha elkezdjük a parazita tenyésztéseket vizsgálni, a széket tenyésztéseket vizsgálni, és elkezdjük ezek után menni, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy ezek a betegségek, uram, bocsánat, ott vannak. Tehát ha nem vizsgáljuk, nincs. Ha vizsgáljuk, van. És van gyógyszer rá. Tehát nem arról van szó, hogy nincs rá gyógyszer, és nincs megoldás, és vessünk keresztet, nem. Hisz az állataink meggyógyulnak, ők is kapnak. Két gondolatunk van. Mi nagyjából egyívásúak vagyunk, plusz-minusz 5. Igen. És amikor, és valószínűleg te is így voltál, én még emlékszem rá, hogy általános iskolában minden évben jöttek a kis üvegcsével, másik vissza kellett vinni, és otthonról kakit kellett bevinni. És akkor egy pár hónap múlva megérkeztek az eredmények, hogy kinek milyen problémája van, már akkor is voltak egyébként, hozzáteszem. Nagyon, de ma ez nincsen, ez nincs. Tehát ez az első gondolat. A második az, hogy akkor most ugye nem engedünk be ide semmilyen olyan Ázsiából, Afrikából és mindenféle olyan fertőzött helyekről ide érkező embereket, akik egyébként se otthon nem voltak, táplálkozás szempontjából szennyezettek, férgesek, gombások, bármiféle problémájuk van, viszont a határ mellett most is ott több ezer ember állítólag ott van, várják azt, hogy bármiféle lehetőség legyen, mivel nincsen nekik higiéniás vécéjük, az ürüléküket ott hagyják a mezőn, útszélen, stb. Akik egyébként már bejutottak, sok esetben ugyanúgy végzik a dolgokat, mert ez a kulturális hozadékuk. Na most, ezek a székletek ugyanúgy elkezdenek száradni, legyek rászállnak, akkor vegyük a következő forrás, és utána ezek átszállnak határokon, beköpik az ételeinket, megjelennek a csirkefarmokon, lásd, több százezer állatot kellett elpusztítani ez miatt, mert itt már nincs az a vírus, de ők simán hozták. Olyan betegségeket el tudnak hozni Afrikából, Ázsiából, amiről mi már rég nem tudunk, mert egyszerűen nincs ebbe a kultúrkörben ennek a lehetősége, és ha már
az nekem az a fél körgyűrű kaki, az nem annyira súlyos, mint egy kivéthetetlen kaki forrás, ami olyan betegséget kapunk, elmész az orvoshoz, és egyszerűen pont Szeged környéken is lenne azon a déli hatásávon, egyre több ismerősöm mondja, hogy figyelj, olyan betegséget kaptunk, nem tudjuk mi ez. És ennek a kettőnek az óriási veszélyről szeretném a véleményedet, és ezek az emberek ugye mindig átoltottságról, védoltásról beszélünk, hogy és akkor itt mi újság van ebből a szempontból, amikor így az arcunkba kapjuk ezeket a kórokozókat. Nagyon-nagyon beletenyereltünk a lényegbe ezzel a kérdéssel, ugyanis aki járt külföldön, és mondjuk elmegy akár távol-keletre, vagy távol-nyugatra, mindegy, vagy Dél-Amerikába, nagyon nehezen ússza meg, hogy ne hozzon haza valamilyen hasmenést, valamilyen betegséget. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés. Na most, hogyha azok az emberek, akik onnan jönnek, egy ilyen nagyon furcsaságot mondok neked, nagyon sok esetben ők már rendelkeznek olyan flórával, faunával, bélflórával, amelyekkel ők már kvázi egyensúlyban vannak ezekkel csak a kórokozó. Csak mi nem. Pontosan. Tehát itt megváltozik ez a helyzet, és ezáltal valóban ők egy olyan pozícióban vannak, hogy bennünket a velük való kapcsolat ez megnehezíti az együttélést, hiszen megkaphatjuk ezeket a betegségeket, és nem biztos, hogy van rá olyan gyógyszer, vagy ismeretanyag sem. Tehát én úgy mondom, hogy azt hiszem, hogy meg kell újulni az orvosképzésnek, és ezen a téren nagyon erőt kell venni a trópusi betegségeket, tehát ahonnan ezek az emberek származnak, hogy milyen betegségek vannak az adott országban a legtöbb, és ezek a betegségeknek adott esetben mik a tünettana, mi a járványtana, és milyen terjedési és lehetőségei vannak, és az adott egy emberre veszélyes, a környezetére veszélyes, vagy képes járványt okozni. Tehát ezek nagyon döntő kérdések. Az állataink, házállataink. Nem beszélve az? Na most az állatoknál pedig az a furcsaság, hogy tulajdonképpen a mi háziállataink érintkeznek a vadakkal, az erdő lakó vadakkal, és onnan is egy csomó kórokozót tulajdonképpen megkaphatnak ők is, és ez a szimbiózis után átterjedhet felénk. Tehát rendkívül színes a kép, és azáltal, hogy homogenizáljuk a világot, tehát a jelenlegi egyes elképzelések szerint az, hogy milyen jó az emberiségnek, hát én szeretném azt látni, hogy aki ebbe megkap egy olyan TBC-t, aminek nincs gyógyszere, mert nagyon sok, az hogy gondol arra, hogy milyen jó volt, hogy találkozott azzal az illetővel, akinek ilyen betegsége volt, és behozta. Ugye egy kicsit mindig el szoktunk rugaszkodni a hétköznapoktól is, ugye, ha azt nézzük, hogy az Amazonas vidékére még olyan újkeletű ősi törzseket keresnek föl kutatók, aztán utána viszik az európai mosott ruhát, gyógyszereket, stb. Jó szándékkal, és a törzslakók közül egy-két éven belül már nem lehet találni, és ugyanúgy a mikroflóráról beszélünk, mert egyszerűen ami nekünk semmi, az nekik egy halálos dolog. És innentől óriási szerepet kap már megint az, hogy teljes széles spektrumú mikroflóránk legyen, hogy bármikor elmegyünk egy ilyen kalandra Ázsiába, tudjuk már fogadni, legyen ismeretanyagunk arról, ami ott van, és a mikrobiom ennek a óriási tudása, hogyha széles körű full spektrumunk van, akkor egyszerűen ezeket ki tudjuk védeni, de nem ilyen rózsás a helyzet, ez az én egyéni gondolatom, mert ezek kivéthetetlen dolgok. Most nézzük a másik oldalát. Ide jönnek azok az emberek a kis barna bőrükkel, ami azért alakult ki több tízezer év alatt, hogy a napot kiszűrje. Most ebben ezen a vidéken elmegy Norvégiába, Svédországba, a töredékét nem kapja meg a napsütésből. Innentől fogva ő nem tudja, neki D3 vitamint kéne szednie, és akár 4-5 év alatt olyan betegséget összeszed pontosan a D3 vitamin hiány és a napfény hiány miatt, ami miatt olyan betegségei vannak, amiben, bocsánat, hallok ilyen adatokat, hogy már nagyon nagy elhalálozási számuk van, nem csak az étel miatt, hanem a naphiány miatt is. Tehát, hogy teljesen igazad van. Tehát az az étkezési kultúra, az a fényerő, tehát ahol megszületünk, az nagyon döntő. Az aboriginálok Ausztráliában. Ők nagyon érdekes emberek, tehát ők hihetetlen képességeik vannak, de ezeket a képességeiket tulajdonképpen, hát ha bekerültek a városba, elveszítették. Fölöltöztették, és megkapták a cukorbetegséget, megkapták mindent, megkapták a segélyt, és onnantól kezdve meghíztak, és tönkrementek. Mi történik most? Visszatelepítik őket az őserdőbe, vagy kiviszik őket a sehovába, és a eukaliptuszoknak a
a kérgében ekkora kukacok laknak, amiben a didgeridoo úgy készül, hogy tulajdonképpen a kukac fúrja ki először, az a kürt, tudom, amit fújnak, és akkor ekkora kukac, mint egy virsli, azt eszegetik, az a fehérje forrás, az ilyen kövérek lefogynak teljesen normálisra, megszűnik minden betegségük, és visszamennek abba a környezetbe, ahonnan származnak, és teljesen helyre jönnek. Tehát most egy ilyen visszatelepítési láz van, és őket így veszik, tulajdonképpen az őslakókat úgy rehabilitálják. Aha. És ez egy fantasztikus. És mindig mikrobiomról beszélünk, mert a szénhidrát alapú táplálkozás teljesen más flórát nevel a testben, mint a túlélő törzsek, amelyek az ősi receptúra szerint akár 100 000 éve ott működtek benne, és ezt a rendszert borították föl, ami egyszerűen nem tud alkalmazkodni hozzá. Egy nagyon érdekes dolog. Én, amikor még tanultam a biológiát, tehát az orvosi egyetemnek az elején, akkor mi a kromoszómáktól el voltunk ájulva, hogy milyen nagy dolog, és ez az átörökítő anyag tulajdonképpen lefedi azt a tényt, hogy mi azok vagyunk, akik vagyunk. Körülbelül 30 évvel ezelőtt indult meg, de most már nagyon nagy mértékben halad, az epigenetikus kutatás. Ami azt jelenti, hogy a gének fölött mi az a tényező, ami befolyásolja, hogy olyanok vagyunk, akik vagyunk. És rádöbbentek arra, hogy amikor mi tanultuk, akkor azt mondták, az a sok fehérje, ami ott van, meg azok a fehérje láncok, azokra nincs szükség, azok alvó gének, az tulajdonképpen gén szemét. Nekünk ezt mondták akkor. De hát az ismeretanyagnak a teljes hiánya volt. Ma már az epigenetikus kutatás ott tart, hogy rádöbbentek arra, hogy az epigenetikusan öröklődő tulajdonságok, hogy például te vagy Jakab István, és a te környezeted, az, akivel te együtt élsz, a gyereked, a feleséged, az egymással való hatás, az minden nap az embert megreformálja, és újjáépíti, nem csak téged, hanem generációkat. Ha például egy nő elkezd dohányozni, és neki a magzatában károsodás keletkezik, a magzatnak még az következő 2-3 generáción keresztül olyan károsodása lesz, ami epigenetikus, és sokkal nagyobb hajlam lesz a tüdőrákra, mint annak, akinek a szülei nem dohányoztak. Tehát egy hihetetlen új tudományág alakult ki az epigenetika, amit messze meghaladja azt a tudást, amit mi gondoltunk arról, hogy genetikusan mi öröklődhet. Az epigenetikus hatások sokkal lényegesebbek, mert a szociális millió is öröklődik. Tehát az, amit most te mondtál, és teljesen igazad volt, hogy az Afrikából idejöttek és egyebek. Hát kérdem én, az afrikai orvostanhallgató, aki fogta magát és megbolondult, és csak úgy érezte, hogy akkor gyógyul meg, hogyha levágják kopaszra a haját, mert a varázsló otthon a megbolondult emberekkel ezt tette, és nem volt, aki levágja, valaki végig is levágta, és meggyógyult. Hát akkor ez egy epigenetikus hatás, nem? Hát igen, mindig a szumó harcos, aki születik egy családba, Japánba, 5 kisfiú, igen. És az egyiket odaadják szumó harcosnak. 4 ilyen marad, mint a cinkapanna, a másik meg 18 éves korában. És miért? Ez is epigenetika, mert olyan környezetben táplálkozás, gondolkodásmód, igen. Hogy a ferences szerzetesek mondják, hogy add ide 5 évre a fiadat, és én teljes egészében mást alakítok át belőle, és ezért nem működik a genom alapú gyógyszerkutatás sem, igen. Mert egyszerűen a környezeti hatás az, ami folyamatosan változik az életünkben, ez határozza meg, hogy miké válunk az életünkön belül is. Tehát, az ikerkutatások hozták ki különben ezt, ennek a különleges voltát, hogy ha két iker, aki gyerekkorában azonos feltételek között nevelkedett, és utána valamilyen oknál fogva elkerültek egymáshoz, testi hasonlóságot sem mutat 5-10 év után ahhoz képest, hogyha olyan kultúrkörben élt, ami a másiknak esetleg hátborzongató, de ez megszokta, és újból összejönnek, egyszerűen nincs válasz arra, hogy ők valaha is testvérek voltak. Na, akkor most jön a 20 forintos kérdés, és igen. Akkor kutyakérdést kibeszéltük. Van egy állatorvos barátom, többször volt már itt igen. Adásban, Ásványi Tamásnak hívják, és ő azt mondja, hogy igazából, amikor bejön a gazdi a kutyával, ránéz a gazdira, megmondja, milyen baja lesz a kutyának, de most nem örökről beszélni. Epigenetika szempontból hogy lesz az, amikor kutya és gazdája elég sokáig együtt élnek, és a bocsánat, én így mondom, inkább a kutyára kezd el a gazdi hasonlítani. Hasonló karakter, hasonló vonások, ugyanúgy köhög, ahogy a gazdia. Erre milyen gondolataid vannak ezzel kapcsolatban? Én mindenképpen azt mondanám, hogy
a kiválasztásnál már, tehát az állatok megválasztásánál is már kialakul egy ilyen különös viszony a kezdettől fogva. Én most a lányom esetét mondom el, akinek mi felelőtlen módon 6-os korába megígértük, 6-os volt, hogy ha majd befejezze a 8. osztályt és felveszik a gimnáziumba, ahova ő szeretnénk, akkor fog kapni egy hóbengáli macskát. De ezt az okos szülő hamar elfelejti, de a gyerek az nem. És 8-ban, amikor ez megtörtént és felvették a gimnáziumba, akkor mondja nekem, apa, menjünk Debrecenbe a macskáért. Hát azt se tudtam hirtelen, miről beszél. Uh-huh. Azt mondja, ki van nézve, hóbengáli, apa, te megígérted, apa, te, tehát, tudod, a gyereknél nagyobb marketinges nincs. Yeah. Elmentünk Debrecenbe, és a következő fogadott bennünket, egy gyönyörű szép macskát képzelj el, ekkorát, hatalmas, nem kicsiről van szó, ez egy ilyen különlegesen tenyésztett macska, gyönyörű, pettyes, és fantasztikus, hogy néz ki, mint egy párduc. Ott van neki 6 kicsi macskája, és ő kinézte már, lelevelezte meg minden Facebook anyámtyúkja a gazdával, hogy melyik lesz az ő macskája, és leült oda a macskák mellé. A macskák, az anya macska feküdt, teljes béke, a kicsik szoptak. Olivia leült tőle egy 3 méterre, és így nézte. Ha nem látom, nem hiszem el, de nagyon sajnálom, hogy nem vettem ezt fel videóra. Az egyik kis macska nem az, aki ki lett nézve. Ránézett Oliviára, és ez a pici macska fogta magát, és bemászott az ölébe. Ott hagyta a többi, az anyját ott hagyta, és bemászott az ölébe, és ott lefeküdt, és lepient. Aha. Na most ezek után ő kvázi kiválasztotta őt. Aha. És ez a mai napig ez a barátság ilyen szintű. Tehát... Avatárban repülő sárkány, nem biztos láttad a filmet is, hogy ő válasz ki. Hogy ismered az... meg? Hogy meg akar ölni téged. Ez nagyon szélsőséges dolog, de ugyanilyen végletes dolgok vannak. Tehát, na, akkor... tehát ez egy fantasztikus, tehát mondom, ez a Pandur, mert Kandur volt előtte, de Pandurra lett téve, mert hát az meg lett fosztva bizonyos előnyeitől, hogy ne legyen az élete hátrányos. És hát ez a viszony olyan volt, hogy de most is olyan, hogy ő neki mindent megenged, hogy bármit csinálhat vele, de ugyanakkor meg másnak semmit. Jó, akkor most tetetted fel a kérdést. Igen. Nektek ez a kislány, vagy a kislányodnak a macskája, ez bennél veletek egy élő közeg? Nem. Kint, most már kint lakik, kezdetben bent élt, aha, fantasztikus izéket kapott, és oltásokat és mindent, és utána kikerült a kertbe, és olyan szinten van, hogy bejön, eszik, és aztán kimegy. Na, akkor mindenkinek ezt tudjuk javasolni, hogyha szereti is az állatot, töltsön vele sok időt, de a saját életterét azt hagyja meg. Még igen, de nem mindenki tudja megtenni. Én azt hiszem, valaki a 7. emeleten lakik, és ott tart egy macskát, az nehezen tudja elfogadni ezt, amit én mondtam, mert mi földszinten vagyunk, és ki tud menni a kertbe. Tehát én azokra szeretnék most gondolni, akiknek nincs esélyük arra, hogy kivigyék, de a lakásban tartják. Én azt mondom, hogy menjenek el a háziorvosokhoz, csináltassanak egy olyan vizsgálatot, hogy féregpete protozón vizsgálat, amivel semmit nem ártanak senkinek, legfeljebb csak munkát adnak a háziorvosnak, mert sajnos elég nehéz kitölteni ezeket az íveket, amit a laboratórium kér, de hát joggal kéri, mert hát fel kell tárni a dolgokat, de megéri, mert sok olyan dolgot ki tudunk szűrni, aminek utána később olyan betegségeket veszünk el, nem is gondolnánk, hogy van. Például az epevezetékbe is befészkelnek a... Például a dzsardiák. A dzsardiák. Na most akkor igen, itt a szál, amit most elvágunk, és kedves nézőknek megköszönjük, hogy itt voltál, és a következő adásunkban Szolnoki doktorúrral megbeszéljük, hogy az epevezeték milyen félelmetes a dzsardiát, minek hívjuk az féreg, kór... Ez tulajdonképpen egy véglény. Egy véglény. Milyen véglény. Félelmetes véglények érhetnek a mi testünkben. Az epe egy nagyon kardinálisan fontos szereplőnk, ugyanis az epe sói, az epe sav, az rengeteg feltétlenül dolgot tud csinálni a szervezetünkbe, de ha nincsen epénk, és akkor mindent ki fogunk tárgyalni, kövessetek bennünket a következő adásban is. VNTV-t, Vivanatúra televíziót láthattatok, korábbi adásainkat www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portáján találjátok. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Viszontlátásra.